A hétfő reggelt az autóbusz állomás forgalmi irodája előtt kezdték a Deák Ferenc Technikum és Szakképzőiskola 11. és 12. osztályos tanulói. Ők azok, akik két héttel ezelőtt elkezdtek készülődni, hogy finomsággal lepjék meg a sofőröket. Úgy gondolták a diákok, hogy ebben a nehéz helyzetben a volánosok voltak azok, akik minden nap ugyanúgy dolgoztak és vitték a diákokat az iskolába, és igazából ezzel szerették volna megköszönni a buszsofőröknek azt, hogy minden nap hordják őket ebben a nehéz helyzetbe, és ezért gondoltak ő rájuk, mert ő rájuk azért kevesen gondolnak. A cukrász tanulók diós és mákos beigliket készítettek, a kereskedő osztályok diákjai pedig díszcsomagolásba öltöztették a karácsonyi érességeket. Mi csomagoltunk, az összes begli, amit is van, egy megmutatom. Mi csomagoltuk, a cukrászaink sütötték szeretettel, az biztos, hogy benne van, és nem sokára ki fogjuk osztani a buszsofőreinknek. Kellemes karácsonyi ünnepeket a Deák Suli nevében. Nagyon szépen köszönöm. A volánbusz dolgozói hétfő reggel még nem is gondolták, hogy ilyen kedves meglepetésben lesz részük munkájuk során. Nagyon tetszett mindenkinek, meglepődtek, és nagyon örültek neki, hogy rájuk is gondolt valaki, hogy ők minden nap rólják az utat, rengeteg embert szállítanak, és pozitív visszajelzés ez számukra, hogy mégis van, aki gondolt rájuk. Összesen 240 darab ajándékcsomagot adtak át a diákok. A beigliket és a csomagolást nagyobb részben az intézmény diák önkormányzata biztosította.